Nagy Zoltán Mihály a Sátánfattya című a 40-es évek egyik legnagyobb magyar tragédiájáról, a sztálini lágerek embertelenségéről szóló kis regénye minden szempontból kiváló alapanyag volt Zsigmond Dezső TV-filmes adaptációjához. 2018. február 22-én az esti órákban került bemutatása Fehérgyarmaton a Sátánfattya című film, melyet megtisztelt jelenlétével Zsigmond Dezső rendező, Tarpai Viktória főszereplő és megannyi statiszta. Maga a történet nem hétköznapi, hiszen egy kárpátaljai kisfaluban élő 18-20 év körüli lány Tóth Eszti szemszögén keresztül mesél az 1944-es év magyarságot sújtó tragédiájáról, a szovjet munkatáborok testi és lelki terrorjáról. Több film is készült már ezek borzalmak bemutatásáról, de azok általában a tábor eseményeit dolgozták fel. Ezért is különleges ez a film, mert az otthon maradt asszonyok életét mutatja be. A fehérgyarmati bemutató után sikerült megszólaltatnunk Zsigmond Dezső rendezőt, akitől megtudtuk, hogy miért éppen ezt a témát, korszakot dolgozták fel. Én a Magyar Művészeti Akadémia tagja lettem Budapesten, ahol ugyancsak Nagy Zoltán Mihály akadémiai tag volt, és én kaptam meg azt a feladatot, hogy róla készítsek egy dokumentumfilmet, pontosabban egy portréfilmet, és meg is csináltuk Baló Géza barátommal, őt kértem fel riporternek ezt a dokumentumalkotást, és már előtte kezembe került Nagy Zoltán Mihálynak ez a gyönyörűséges könyve, amit nem is neveznék igazán regénynek, hanem egy egymondatos szabad versnek. Tulajdonképpen Tóth Eszternek a vallomása volt, akit megerőszakoltak az orosz katonák, mert hogy a Málenki robotra elhúzott édesapját, testvérét és szerelmét meg akarta látogatni, enni és innivalót akart vinni, és be akart törni tulajdonképpen a táborba, és egy idő után már nem kifelé lökték, mint a többi asszonyok, hanem őt egyedül be megerőszakolták, és akkor ebből az erőszakból született a Sátánfattya, és igazából a dráma tulajdonképpen itt kezdődik, amikor is Eszter szembesül a saját falujával, és bizony a történelem malomkövei által megnyomorított falu nem tud igazából Eszter bújával, bánatának a részese lenni, hanem inkább kiközösítik Esztert. Ez az időszak egy elhallgatott történelem volt. Kezdte nyilatkozatát dr. Tilki Attila térségünk országgyűlési képviselője, aki elmondta azt is, miért fontos, hogy ez a film már az iskolákban is levetítése kerüljön, illetve hogyan segítette a film létrejöttét. Ez az időszak egy elhallgatott történelem volt. Amikor a rendszerváltás előtt én még érettségiztem, 1985-ben, akkor még erről nem lehetett beszélni. Az más kérdés persze, hogy családi körökben az ember hallott és beszélt róla, de visszaemlékszem arra, 80-as években, amikor az özvegyek faluja kifejezést Tuszkával kapcsolatban először meghallottam, és utána megismertem Kecskési Tollas Tibor történetét, aki ugye a emigrációnak a híres költője, a Bebádogoztak minden ablakot című döbbenetes versét, ami az 50-es évekről szólt. És hát itt vagyunk a szomszédban, számunkra ez fontos, összetartozunk, bár sokan próbálnak megosztani manapság bennünket, de jó érzés volt hallani, hogy a művésznőtől azt kérdeztem, hogy hogyan jött ki a szatmári statisztákkal, a beregi statisztákkal, és azt mondta, hogy a mai napig is részei az életének. Tehát ez a dolog nem csak innen-oda, hanem onnan-ide is működik. Ugye elhangzott, hogy képviselő rengeteget ment utána, hogy ez a film létrejöjjessen. Miért tartotta fontosnak, hogy megszületessen ez a film? Ugye az emlékév kapcsán nagyon sok pályázó van. És ott meg kell próbálni lobbizni. Jól megvan írva a pályázat, jó a téma, de akkor is kellenek háttértámogatók. És számomra az volt a nagy eredmény, hogy Lezsák Sándorral, az országgyűlés alelnökével tudtunk beszélni, hiszen neki Kecskési Tollas Tibor nagy barátja volt. És Kecskési Tollas Tiborról visszavezetve Kárpátaljáig sikerült egy olyan háttértámogatót találni, akinek a szava számított a bizottságnál. Nem azzal nyert, de biztos, hogy fontos volt hozzá. És ugye a pénz az mindig kevés, így is, hogy a múzeumfalu, én már ezt el is velejtettem, hogy tényleg én rendeztem most, ahogy mondta a rendező úr, eszembe jutott, de ugye kellett még hozzá pénz, és itt sikerült civil támogatókat megnyerni,
civil egyesületeket, akik pedig pályáztak, és szintén kaptak még támogatást, és azt a film készítésére, a film készítés befejezésére fordították, és hasonló az egyébként Ibrányi székhelyű civil egyesület, amit a kis Angyalosi Zsolti vezet, ők pedig azt döntötték el, hiszen az ő nagymamája kispaládi származás, az ominózus kispaládi származású, és Zsoltéknak meg az volt a fontos, ők ugye fiatal korosztály, 21 pár évesek, hogy ezt tényleg el kell juttatni nem csak a középiskolákba, hanem általános iskola 7.-8. osztályába, és nem csak a kárpátaljai magyar iskolákba, hanem az itteni iskolákba is. Tarpai Viktória színésznő egy elképesztően nehéz sorsú karaktert, Tóth Eszti szerepét elevenítette fel, aki a történet főszereplője. Kíváncsiak voltunk arra, hogy tudta eljátszani ezt a szerepet, illetve honnan merített ihletet? Igazából én azt mondtam, hogy ezt nem lehet eljátszani, hanem amikor elkezdtünk foglalkozni ezzel az anyaggal, vagy tulajdonképpen magával, a felvételekkel, akkor úgy jött vele az érzés is. És hogy tudtam elviselni? Hát néha kértem pár perc szünetet egy-egy megrázóbb jelenet után, vagy például egy-egy forgatási etap után volt olyan, hogy 3-4 napig még ott vittem magammal ezt a szerepet, vagy ennek a lánynak a lelki súlyát. Mennyire állt közel hozzád ez a szerep? Nem tudom, hogy milyen darabokban játszol. Hát vegyes vágott a történet igazából, tehát játszottam már vígjátékban is, játszottam drámában is, de ez a szerep, tehát tulajdonképpen Tóth Eszter, mint olyan, ez így valahogy nagyon megérintett. Én úgy érzem, hogy valahol ez így akarva, akaratlanul, de így a részemmé vált, megfogta a kezemet. Hogyan tudtál készülni a szerepre? Esetleg utána olvastál, történeteket hallgattál meg? Történeteket mindenképp hallottam már kislánykorom óta erről az egész időszakról, és minden évben megemlékeztünk ezekről az emberekről. Aztán meg mielőtt elkezdtük volna forgatni a filmet, pár évvel azelőtt született ebből egy monodráma, és hát igazából mélyebbre hatóan akkor foglalkoztam ezzel a történettel. És jött a film, és akkor újra megmerítkeztem ezekben a történetekben. Nagyon sokat hallottam ott a forgatáson, nagyon sok olyan ember volt a szereplők közt is, akik ezt átélték, vagy nagyon közvetett érintettségük volt ebben a történetben. A film végén a teltházas tömeg nagy ovációval és tapsal köszönte meg az élményt az alkotóknak és a film szereplőinek.